Szokványosnak nevezhető, hogy a Budapest Ragtime Band ilyen filharmóniai előadásokon zenél? Igen, hogyha hosszú távon nézzük, akkor mindenféleképpen, hiszen 2-3 évente bejárjuk egész Dunántúlt, Pest megyét, és még a Alföldre is, tehát az ország más részeibe is eljutunk. Szerintem azt mondhatjuk, igen, hogy rendszerességgel megy ez a dolog, nagyon szeretjük, és várjuk a következő feladatokat és turnékat. Készülnek-e valamilyen különlegességgel az ifjúság számára? Mindenféleképpen több rétű a dolog, mert lesz természetesen hangszerbemutató, plusz ilyen kis játékos vetélkedő. Bemutatjuk a stílust, amit képviselünk, a ragtime-ot, ezt a tradicionális jazzt, és hát természetesen a ránk jellemző vidámsággal és pici humorral fűszerezve próbáljuk ezt úgymond megszerettetni, megkedveltetni az ifjúsággal. I think just why, you know, I don't lie. Not much hate section, what's a dad with chillin' to die? It's cheap, it's cheap, how you come to die? Oh, fellas, you can get out. Fellas, you get that. Joke your neighbor, joke your neighbor, sweet, joke your bride, yeah. Mi mondható el most a zenekarról? Van-e valamilyen új megjelenésük, esetleg valamilyen turné? Hát mindenféleképpen vannak új dolgok és jó dolgok a zenekar házatáján. Most jelent meg az első magyar nyelvű lemezünk, amit kimondottan a hazai közönségnek készítettünk, amelyen magyar nyelvű az 50-es, 40-es, 60-as évek magyar nyelvű slágerei mellett a műfajnak az ismert standardjei magyar nyelven jelennek meg. Szerintem nagyon jó pofára sikeredett. Készülünk a nyári nagy turnéinkra, megyünk kétszer Franciaországba, angliai turné lesz, és ami különleges, és ilyet még nem csináltunk, ősszel egy luxus hajóra meghívtak minket ilyen sztár vendégnek. Ez egy 3 hetes út, és ott leszünk, tehát oda azt elvállaltuk. Ez egy különleges élmény, Angliából indul, átmegy a Amerikába, és a keleti parton egészen lecsorog a szigetekig, és onnan jön vissza. Hát ez érdekes lesz. Ez nagyjából így előre, és természetesen az itthoni koncertek, a fesztiválok, falunapok, városi fesztiválokra készülünk, és várjuk még a meghívásokat.